a Zentai Magyar Kamara Színház Zentai Színtársulatának második előadását valamivel több mint egy hónap alatt állították színpadra a fiatal színészek. Az After címet viselő előadásban több történetet követhet végig a közönség a fiatalok hétvégi bulijairól, szerelmi kalandjairól, valamint a szülőkkel való kapcsolatokról. Én egy fiú voltam, aki nagyon szerelmes. És el akar menni bulizni, de nem is annyira bulizni akar, hanem menne a nőhöz. Neked mi volt a szereped? Hát én két szerepben játszottam. Én voltam az anya, aki ilyen nagyon laza anya volt, meg én voltam a Zsuzsi, aki pedig ilyen kicsit drogos, meg kicsit olyan, hogy rá akarja beszélni a haverját, hogy elmenje velük bulizni, aki viszont nem akar. Az alkohol és drogmámorában úszó bulizni induló fiatalok között akad olyan is, aki kilóg a sorból. Nem fogyaszt semmi nemű alkoholt, drogokat. Nagyon megmarad az elvei mellett, szerintem, és ezzel tűnik ki a többiek közül. Néha őt ezzel piszkálják is, de hát benne van a társaságban. Az After alapjául Tasnádi István East Balkán című darabja szolgált. Az előadás Rafai Ágnes színművésznő első rendezése. Azok nagyon pesti történetek voltak, amiket abban a drámában olvashattunk, és én nem szerettem volna azt, hogy ők elképzelt dolgokba bújjanak bele, hanem ezért akartuk kicsit úgymond zentaiasítani a történetet, vagy hát olyanokká tenni a történeteket, amik bárhol megeshetnek bárkivel, és ne legyenek konkrétan nagyon pestiek ezek a dolgok. Az előadás fiatalokról szól, de nem csak fiataloknak, hiszen elsősorban a szülők figyelmét hívja fel arra, hogy talán nem is tudják, mi minden történik gyerekükkel egy hétvégi buli alkalmával.